Meg fogjátok tanulni mindegy. Ennek a visszatanítása egy nagyon fontos dolog. Nem még 20-30 évben és ez a létszpor a vakembérnek a háza előtt állt, ami egy ilyenféle válaszút volt, ahol az emberek megtalálkoztak, mikor mentek valahová, vagy mentek ki pusztinába, vagy jöttek vissza, és azon a létszpadon várták be. A vakembérnek a háza nincs meg, létszpad sincs már, de ott folyt el még egy patak, és azt most is úgy nevezik románul, hogy Rúr Orgulúj, hogy a vaknak a patakok. Ó, Lispedi Ardi felite gyarmafó, s az alak megnyugszik itt huszárkodóna. Egyik mondja vala Istenem, Istenem, másik mondja vala ne búsulj barátom. Mert tenger a földet nem magának adja, s az anya lányát nem magának tartja. Karján felneveli, szárnyára ereszti, táborról keserni, máshogy szidja veri. Tiszta lelkiismerettel állíthatom, hogy 2002 előtt még legalább csak Csángó táncszázba se jártam soha. Aztán itt, amikor láttam, hogy hogy szeretnék, meg mennyire szeretnék ezeket a táncokat visszatanulni, szép lassan, lépésről lépésre megtanultam, hol az egyik fiatalasszonytól, hol pedig ilyen közösségi rendezvényeken, mint a Nuntól, a Kudalon. Szépen megtanultam én is a lépéseket, próbáltam gyűjteni olyan zenét, amire mi is tudunk az osztályban. Próbáltam a műsorokba, a guzsajos előadásaiba beleszűrni ezeket. És a népdalokat pedig még annak idején a legelsőket Puskáson Melindytől gyűjtöttem, Isten nyugtassa. Azóta is ugyanazzal a módszerrel gyűjtöm, elmegyek, meghallgatom, fölveszem,
Ha jól sikerül a fölvétel, akkor fölírunk CD-re, és onnan tanulják meg a gyerekek. Régen még Anna néni is tanította, tehát amikor még nem volt ilyen jól felszerelt szaktárunk, akkor fölvittem a gyerekeket, Anna néni megtanította pont olyan kiejtéssel, ahogy itt részpedenként ezeket énekelni. És hát első percről úgy éreztem, hogy azért elsőként azt kell, amelyben lészped benne van. Jelenleg 23 helyen folyik az oktatás itt Moldvában, Bákó megyében, és tudomásom szerint egy 30-35 olyan faluban, ahol lenne esélye elindítani a magyar oktatást. Mi ennek a valószínűsége, és mik ennek a követelményei, hogy egy ilyen állam megvalósulhasson? Azt hiszem, hogy ez az állam már rég megvalósult. Tehát akkor, amikor beindult az első két oktatási helyszín, és csak reggel 7 órától 8 óráig szabadott iskolai magyar órát tartani, vagy 12 gyerekkel, vagy 7 gyerekkel indult a részpedi oktatás, és már az törzse a szeptemberi kezdésnek a 147-nél tartott. Azt hiszem, hogy ez nálunk már úgy nagy rész megvalósult. A többi faluba beindítani szerintem már sokkal könnyebb lenne, azt hiszem egyedül anyagi feltételei lennének csak. Olyan jól esett. Nem, tényleg, erősen jól esett, mert most hiszünk először forradni. Kíváncsi voltam, hogy fejezed be ezt a munkat. Oh!
Szerintem ez a mostani dolog, ahogy működik, tehát hogy kijártok és tanítottok, ez jó. Arról is táncházat tartotok, és utána a gyerekek oda jönnek, hogy hát ez milyen jó volt, és mikor lesz jól. Ötletet az adta, hogy ugye rengeteg zenekar, vagy rengeteg zenész, illetve népzenek kedvelő jár Moldvába, de elsősorban gyűjtési szándékkal, és egy ilyen gyerekszülő, keresztülős alkalom hozott egy meghívást, a Fumoszai tanítónéni hívott el minket Moldvába először 2008-ban, és amikor szerveztük ezt az utat, akkor azt gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha a környező falvakba is felajánlanánk, hogy aki szeretné, nagyon szívesen muzsikálunk nekik, és Fumoszától pár kilométerre volt Pusztina, ahol Nisztoridon meghívott minket egy mulatságra, és utána jött még Lészped, Magyar falu, a társzalárunk odavalósi, és akkor lett egy ilyen kisebb, úgymond turné, egy ilyen karitatív turné, ami ilyen sarkalma jól sikerült.